Megcsaltad te kis angyalom magadat, mert nem találsz nálam nálik az arcot.
Úgy szeretett, majd megevett még.
békésen kiöntött a kanál is. Szép lányokat minden vitte az árvíz, minden legény fogja ki a magáét, mert szeresse egyik a másikáét. Minden legény fogja ki a magáét, mert szeresse egyik a másikáét. Harcsa van a vízben, Kónár a szélében, haragszik galambok, nem néz a szemembe, én sem az övében. Kerek ez a zsemle, nem fél a zsebembe, kedékére válni, úgy kék megpróbálni, kedékére válni, úgy kék megpróbálni. Kis pirítsi falu végén folyik el a kanál is, megint a szebb kis angyalom halálja az anyád is. Cin, cin, cilárom, de beteg a virágom, cin, cin, cilárom, de beteg a virágom. Mint megitták a pálinkát, nem tudtak hazamenni, kis pirítsi falu végén kocsit kellett fogadni, cin, cin, cilárom. De beteg a virágom, cin, cin, cilárom, de beteg a virágom. Aranyosi Ervin, te bizony. Te bizony, neked szólok, titkot súgok te néked. Tudod azt, hogy minden gyógyít, a mosoly, a szeretet. Ne dugd hát el mosolyodat, add csak, mikor adhatod mosolyodban szereteted, ölthet vidám alakot. Icike, icike, ez az öreg utca, valami a szívemet mégis oda csalja, jövet is, menet is, arra járok én is, serjagot én szeretek, más öleli mégis. Tilalom, tilalom, néked nagy tilalom, néked is tilalom, a kedves galambom, néked is tilalom, a kedves galambom, nem akkor ölelem, amikor akarom, ültetem ibolyát, várom a kelését, várom a balát.
Szeretettel köszöntöm Önöket itt Békésszent Andráson a 13. sport és vitamin napon. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Ribárszky Péter urat, gondolos polgármesterét, akikkel közös projektben valósult meg ez a színpad fedés tulajdonképpen. Köszöntöm továbbá Molnár József urat, Csabacsük polgármesterét, Brázs János urat, Kardos polgármesterét, Frankó Pál urat és Mackó Dóra asszonyt a KBC Békés megyei településének fejlesztéséért non-profit Kft. Képviseletében, akik a projekt előkészítésében és a menedzsmentjében dolgoztak. Köszöntöm a tervező és a projekt kivitelezésében résztvevő cégek képviselőit. Köszöntöm továbbá a szomszéd települések képviseletében megjelenteket is a polgármestereken kívül. Köszöntöm Békésszent András polgármesterét is, természetesen Sinta Linda urat. Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait. Természetesen köszöntöm az intézményvezetőket, a civil szervezetek megjelent képviselői tagjait, illetve köszöntöm testvértelepüléseink delegációjának vezetőit és tagjait is. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon örülök neki, hogy ismét összeköthettük a kellemeset a hasznossal, és a 13. sport és vitamin nap megnyitása alkalmából átadhatunk egy új gyöngyszemet Békésszent Andráson, mégpedig ezt a fedett nézőteret, ami elmondhatjuk, hogy egyedi, az országban sem nagyon van hasonló, és ráadásul teljesen helyi jellegzetesség, hiszen helyi tervezés és úgymond területi kivitelezés által sikerült megvalósítani 54 millió forintból, ami azért egy nagyon komoly összeg, amit realizálódik ezen a területen. Nagyon fontos dolog volt, hogy mindezt is, mint ahogy látszik is, hogy a környező települések polgármesterei jelen vannak. Nagyon sok projektünket közösen hajtottuk végre. Ez is egy ilyen projekt, amit Kondorosvárossal közösen valósítottunk meg, illetve a közös projektünknek ez az első megvalósuló darabja, hiszen a többi még majd ezután következik. Még ennek a projektnek is van egy kiegészítő része, majd 15 millió forintért a műszaki és technikai berendezések is beszerzésre kerülnek.
hogy még színvonalasabb rendezvényeket lehessen itt tartani, hiszen, mint ahogy a nevében benne van, közösségi térről van szó. Ez azt jelenti, hogy én nagyon szeretném, hogyha a helyi közösségek, sportegyesületek, civil szervezetek innentől kezdve rendszeresen használatba vennék ezt a gyönyörű területet, és békésszentendrásiak örömére tudnák ezt hasznosítani. Hogy milyen részletei voltak ennek a projektnek, anyakönyvvezető Bagi Erika fogja önöket részletesebben is erről tudósítani. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és ezzel megnyitnám a 13. napi sport és vitamin nap rendezvényét. Köszönöm szépen! De mielőtt Erika jönne, én szeretnék még egy befutót köszönteni, Babák Mihály polgármester urat Szarvasváros képviseletében. Tisztelt ünneplő közönség! Békésszent András nagyközség önkormányzatának nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a turizmusfejlesztés Békésszent András, Kondoros és Csabacsű településeken tárgyú projekt, ahogy a fedett nézőtér átadási ünnepsége alkalmával. A fedett nézőtér konzorciumi formában valósult meg Békésszent András, Kondoros és Csabacsű településeken. A támogatási szerződés 2018. február 9-én került aláírásra a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányítóhatósága képviseletében eljáró Magyar Állam Kincstár Békés megyei igazgatósága és a települések között. A projekt összköltsége 365.233.765 forint, melyből Békésszent András nagyközség önkormányzata esetén a támogatás mértéke 79.024.015 forint. A támogatásból Békésszent András központi rendezvény helyszínén a projekt eredményeként egy fedett rendezvénytér kialakítása valósult meg, illetve fény- és hangtechnikai eszközök kerülnek még beszerzésére 2019 őszén. A fedett nézőtér építési engedélye 2018. október 26-án vált véglegessé. A vállalkozási szerződés aláírására 2019. április 3-án került sor. A műszaki átadás átvétel 2019. július 16-án zajlott le. A fedett nézőtér fontosabb műszaki paraméterei. A nézőtér kivitelezési költsége 54.610.077 forint volt. Az épület gerincmagassága 6 méter 55 centiméter. A tetőszerkezetet finom beton, basalt pillérek tartják, melyek kehely alakokban kerültek elhelyezésre. Kiselemes térburkolattal közel 360 négyzetméter került burkolásra. A nézőtér körülbelül 1400 fő befogadására alkalmas. A kivitelezési terv dokumentációt az Argomest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Békésszent András, a kivitelezési munkálatokat pedig a Szarvasváros terv tervező és szolgáltató Kft. Végezte. Tisztelettel megkérem Sinkai Imre polgármester urat, hogy a projekt átadását szimbolizáló szalagot vágja. Akkor én is nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlöm Babák Mihály polgármester urat, aki megérkezett körünkbe, közénk, illetőleg a polgármester urunkat, aki szintén megérkezett. Mai naphoz pedig nagyon-nagyon jó versengést kívánok a főzőcsapatoknak, illetve nagyon jó szórakozást mindenkinek, aki itt van. Nagyon bízom benne, hogy testvértelepülésünkről egész busszal érkezett delegáció pedig jól fogja magát érezni. Mi tényleg úgy vagyunk vele, mint ahogy ők is velünk, hogy hazavárjuk őket, érezzék itthon magukat. Még egyszer jó szórakozást mindenkinek, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Elsőként a színpadon
standard táncokat fognak táncolni, angol keringőt, tangót, bécsi keringőt, Petrás Bene és Barát Luca fogadják őket nagy szeretettel, ők a Vértesi Táncsport Egyesület táncosai. Tehát először standard táncokat láthatunk. Köszönjük szépen, és akkor most jöhet egy tangó. Előadásában, most pedig lássunk egy bécsi keringőt. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!
köszönjük szépen a táncosoknak, és még egy táncot láthatunk az előadásában. Következzen a tangó. Köszönjük szépen! Tapsot a két párosnak, és akkor következzen egy teljesen más műfaj, a csa-csa-csa. Köszönjük szépen, és akkor lássuk a jive-ot.
Nagy tapsot, ügyesek voltatok nagyon. Köszönjük szépen, és akkor a szamba után következzen a rumba. Köszönjük szépen, és akkor következzen a Paso Doble. Köszönjük szépen Benének és Lucának! Stop. And the lights and everything goes. But where I've been, I'm getting
Egy nagy tapsot a párosoknak, és a csacsacsa után következzen a rumba. És akkor végezetül nézzünk egy jive-ot. Like a bomb drops.